Újabb fejlesztést valósítottak meg a Harkányi Gyógyfürdő Kórházban. A járóbeteg szakellátást modernizálták a beruházásnak köszönhetően. Mindegy 300 millió forint értékben történt eszközbeszerzés és építészeti jellegű felújítás. Építészeti jellegű felújításban a járóbeteg ellátás keretében a radiológiai részlegünk lett teljesen felújítva, másrésztről pedig a szénsavas kezeléseink lettek felújítva és ki is bővítve, harmadrésztről pedig a Béla jelű vagy B jelű medencénk lett felújítva. Az eszközberuházás révén pedig a radiológiai eszköz lett beszerezve, emellett kardiológiai telemetriás rendszer lett kiépítve, útrang készülék lett megvásárolva, és egyéb kisebb értékű eszközök is belettek szerezve. A harkányiaknak és a város környezetében élőknek jelent előnyt, kényelmesebb egészségügyi szolgáltatást a most átadott fejlesztés, mondja a település polgármestere. Számos olyan új vizsgálati lehetőség, mint például radiológiai, de akár más területeken is, összesen ugye 6 területet jelölt meg a kórház. Ez a mindennapjainkat, az itt élőknek a mindennapjait könnyíti meg, tehát nem kell akár elutazni még Siklósra sem egy-egy kivizsgálásért, vagy hát Pécsre meg végképp nem, tehát itt helyben megoldható minden. Ez a helyiek érdekét szolgálja, de ha úgy nézzük, hogyha valaki ide jön gyógyulni Harkányba, akkor itt egy komplex teljes kivizsgálási csomagot kaphat, ami mindenképpen alapja lehet az itt töltött gyógyulásának, vagy annak az időnek, amelyet a gyógyulására szán. Az elmúlt 10 évben jelentős egészségügyi, gyógyászati fejlesztések zajlottak Harkányban a kormányzat segítségével, mondja a vármegyei közgyűlés elnöke. Közel 3 milliárd forintban valósulhattak meg kormányzati támogatásból olyan fejlesztések, amelyek új eszközök, új műszerek, új vizsgáló ágyak és infrastruktúra beszerzését jelentették. Ez a cáfolata azoknak a baloldali állításoknak, hazugságoknak, amelyel a baloldali politikusok rendszeresen illetik a kormányt, vagyis hogy nem fordít kellő figyelmet a magyar egészségügy fejlesztésére. Ez nem igaz. Az elmúlt 10 esztendőben a magyar egészségügy jelentős mértékben fejlődött infrastruktúra tekintetében és az orvosok, illetve az ápolók bérrendezésének tekintetében is. Harkánynak 200 éves tapasztalata van a gyógyvíz használatában. A kórház pedig több évtizedes szakmai munkával büszkélkedhet, amiknek hatásai túlmutatnak a régión, mondja a terület országgyűlési képviselője. Számítunk arra, hogy nem csak a városban, nem csak a szomszéd települések vonatkozásában, nem csak járási megyei szinten tud jól működni és szolgáltatni a kórház, hanem régiós és országos szinten is, hiszen ha megnézzük az ide látogató betegeknek a származási helyét vagy alakhelyét, akkor azt látjuk, hogy az ország minden területéről jönnek. Azt nagyon fontos dolognak tartom, hogy ez egy az elmúlt 10 évre, ha visszatekintünk, ez egy olyan folyamat, ami egyenes arányban mindig növekszik, és minél több projektet, minél több pénzt igyekszünk idehozni a kórház fejlesztésére. Azt gondolom, hogy mostanra európai színvonalat megütjük. A közfinanszírozott járóbeteg szakellátást 6 területen fejlesztették a 300 milliós pályázati forrásból. Nőgyógyászat, kardiológia, bőrgyógyászat, fizioterápia, reumatológia. Ezeken a szakterületeken hajtottak végre fejlesztéseket.